nem becsukódik, hanem éppenséggel nyílik az új fejezet a magyar-törökkori régészetben. A Határtalan Régészet című archeológiai magazin idei első száma közöl több tanulmányt is a korszakot érintő ásatásokról, új felfedezésekről. Kezd felkerülni a szónok a helyére. A komoly, olykor évtizedes kutatómunkákat összegző cikkek közé került a szolnoki vár ásatását bemutató tanulmány. Törökkori dzsámik, fürdők megmaradtak az utókornak, paloták azonban nem, csak egyetlen helyszínen. Ez annyira kuriózum, hogy nincs több ilyen az országban. Törökkori palotaépítészeti kutatások nem folytak Magyarországon. Ezek a történelmi emlékek elpusztultak. Szolnokon sem egy tervezett ásatás során bukkantak rá a maradványaira. Új épületeket létesítettek a művészet területén, és azt megelőző feltárásokat során került elő ez az épület. Ez egy emeletes épület volt, nagyon, és eredetileg is az oszmánok építették, agyagba rakott kő és tégla volt az alapozása, és egy fa konstrukciót ácsoltak rá, és a közét pedig ennek nyers agyagtéglával töltötték ki, és mindez két szinten. Ez egy 20 méteres épület, 9 méter széles. A mindenkori Szandzsák bég lakhelyének makettje napokon belül elkészül, amely a többi Szolnokon fellelt törökkori emlékkel együtt a majdan megnyíló várkiállítás része lesz. Az egykori vár területén az ásatások áprilisban folytatódnak.